Árpa Attila következő vendégünk, jó reggelt kívánunk. Még egy picit ott foglalkozzál ott a mikrofonoddal, meg tudod magadnak csinálni, hiszen értesz hozzá, jó reggelt kívánunk. Na mesélj, motorbaleset, nők, mi az összefüggés? Ajaj. Jó reggelt kívánok vendégünk, Árpa Attila, igen. Mindjárt a kollégánk segít egyébként visszatenni neked azt a mikroportot, hogyha nem birkozol meg velem. Valahogy menni fog. Na, hogy vagy? Kezdjük azzal. Jó, 1, 2, 3, úgy. Szóval, rendben van. Jól van. Hogy vagy? Jó, köszönöm szépen, olvastam a szalag címet, hogy zaklatnak a nők. És zaklatnak a nők? Ezért hívtatok ide? Nem zaklat senki, hanem egy színdarabban játszom, ahol egy híres írót játszom, akit egy rajongója elrabol és kínoz, és csúnya dolgot csinál vele, úgyhogy ebből a szempontból stimmel, van egy nő, aki engem zaklat és bánt és kínos. De mondjuk most arról is cikkeztek itt az elmúlt napokban, hogy most felvállaltad azt, akivel együtt vagy, és egy üzletasszony. Igen, de ő hál' Isten csak jó értelemben zaklat. Ja, de hogy akkor ő a párod, tehát akkor végre van valaki melletted. Igen. Jól van, hát csak ennyi. De nagyon, látom, szükszavú. Nagyon szükszavú, jó. Tehát akkor itt egyébként, hogy térjünk vissza a színdarabra, hanem ez a Stephen King Tortúra című regényéből adaptálódott ez a előadó. Gondolom, ez az a történet, nem? Ez az, igen. Január 13-án mutattuk be, hál' Isten azóta szinte csak telt házzal játsszuk, és arról szól, hogy a Balázs Andrea, a hölgy a képen, a késsel, ő egy ápolónő, aki a kedvenc íróját magához viszi a házba, mert egy autóbalesetet szenvedett az író, én játszom az írót, és az elején úgy tűnik, hogy egy kedves ápolónő, aki megmentette az életét, de szépen lassan átfordul, és elég intenzív és brutális színdarab, mondhatjuk. Hát nyilván, aki olvasta a könyvet, az tudja, hogy ez könyvben is eléggé durva. Igen, és a téma tulajdonképpen így keletkezett, hogy egy bulvárlap megkérdezte tőlem, hogy voltam-e már életemben ilyen helyzetben, hogy egy nő olyan szinten, vagy egy rajongó annyira szinten túllépte a határokat, vagy elkezdett volna olyan szinten zaklatni, hogy elkezdtem félni, stb. És tulajdonképpen itt a kapocs, tehát így. Hát maga ez a regény egészen fantasztikusan mutatja be egy megtébolyult rajongónak a viselkedését, hogy hogyan viseltetett egy emberinek. Tehát Kathy Bates, emlékszem, hogy a filmbeli alakításért Oscar-díjat kapott. Így van. Előtt a teszemben. Így van, pontosan. A figura is onnan lett származtatva. Na mesélj, és milyen a nőkkel való kapcsolatod, de tényleg ez a motor, mert ugye ezzel kezdtük, hogy olvastam valamit, hogy egy motor baleset jobb, mint egy nőnek az üldöztet, egy nővel igen, való itt, civakodás. Tehát van ez a színdarab. Ezt a színdarabot a mai világban ugye promotálni próbáljuk minden szinten. Ahhoz, hogy egy bulvárlap ezt szépen el tudja adni, és egy szaftos címet találjon, elkezdtek engem kérdezni arról, hogy viszonyom női rajongókkal, stb. A női kegyetlenség, a női bosszú esetleg, vagy hogyha egy nő egyszerűen, egy női brutalitás, mert ugye elég sok brutalitás van a darabban. Aztán jött egy olyan félmondat, hogy a tapasztalataim alapján a női bosszú vagy brutalitás lényegesen kegyetlenebb, mint egy férfi, és hogyha választanom kell mondjuk egy csonttörés, egy motorbaleset vagy bármi között, akkor inkább azt fogom választani, mert legalább tudom, hogy mi vár rám. Azok sokkal keményebbek, és, mint a férfi. De ezt miért gondoljátok? Így alakult. Ezt miért gondoljátok? Én nem általánosítok, csak a saját tapasztalatomból kiindulva azt látom, hogyha egy nő egyszer begurul, teljesen mindegy most mi a motiváció, mert féltékeny, vagy tényleg egyszerűen csak bosszút akar állni, annyira leleményesek, kegyetlenek és tervezők. Tényleg? A férfi az kiakad, lemegy a róló, mindenkit megvarak, mindenkit darabokra tépek. Ez a férfi, kiszámítható, egyszerű. A nő hosszú távon áll. A nő az tervez, megkeresi a gyenge pontot, hogy lehet úgy igazán oda szúrni, ahol kell. De mondom, ez a saját tapasztalatom, és hál' Isten ez is már nagyon régen volt, hogy ilyen előfordult. Ma már ilyen, hál' Isten, nem kell megküzdenem. Furcsa, őrült rajongók a mai napig vannak, de hát azokat le lehet kezelni. Na jó, de hát a te szakmádban a rajongókat meg kell szokni, kezelni kell. Én meg is szoktam őket, tisztelem és őket, szeretem is őket, csak nem egyszer van az, amikor pláne a közösségi média, ugye, vagyis a közösségi amiről lapok itt segítünk. Amiről most akkor leiratkoztál? Átmenetileg igen, de ennek más oka van. De van ugye a Facebookról beszélünk. Igen.
Tehát előfordul, amikor valaki ír egy olyat, hogy nagyon jó pasinak tartalak, nagyon jók a filmjeid, gratulálok mindenhez, meg mondjuk még születésnapom is van, vagy névnapom. Akkor A verzió megköszönöd, B verzió nem reagálsz, mert ebből ugye azért néhány százezer beérkezik. Én általában meg szoktam köszönni. Már veszélyes, mert elindítasz egy párbeszédet. Megkérdezi, hogy de jó fej vagy, hogy válaszoltál, nem is gondoltam volna, na és mit csinálsz mostanában? És itt már baj van, mert vagy válaszolsz, és akkor a többi száz, nem tudom, ezernek is, vagy nem. Ha nem válaszolsz, és akkor itt megint csak ez a női agyfurtaság, két perccel később az üzenet, hogy na, mégiscsak ugyanaz a bunkó vagy, amire gondoltalak, mert nem válaszolsz. Muszáj lesz elbeszélgetnünk, mert a Facebookon van egy olyan funkció, hogy le tudod állítani, ne küldjenek neked üzeneteket, és aha, ez mind szépen. És akkor nem kell leiratkoznod. Én azt a funkciót választottam, hogy off. Ez majd be, most én is átmenetileg lekapcsoltam magam, igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.